Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy érdekes témát fogok feldolgozni. Az MX Linux-ban egy régebbi KDE verzió van, és már a honlapon megjelent egy cikk, hogyan lehet ezen egy picit javítani, azaz upgrade-elni. Nagyon fontos teendő, hogy átgondold azt, hogy ezt meg szeretnéd tenni, mert ez visszavonhatatlan. Azaz, hogyha fel-upgrade-eled a KDE-t ezen tároló keretében, ezen módszer keretében, akkor nem fogod ezt visszavonni. Általában nem is szoktunk ilyesmit csinálni, de én nekem nagyon megtetszett az újabb verziójú KDE, egy tesztgépen, egy tesztrendszeren kipróbáltam, különösebb problémám nekem nem volt. Azaz régi frissíteni fogjuk, egy picit gányolás, azaz nem a hivatalos MX vagy Debian tárolóból fogjuk felfrissíteni, hanem egy külön tárolóból. Ezt a tárolót pontosan egy ember tartja karban, azért ennek megvan a maga veszélye, azaz csak saját felelősségre légy szíves ezt végrehajtani. Ahogy mondtam, ez visszavonhatatlan, azaz nem tudod visszacsinálni, hogyha ezt a műveletet megcsináltad. Ez nem 2-3-4-5 program rész építése, változtatása, upgrade-elése, hanem sok. Tehát itt még manuálisan se tudod visszaállítani majd az eredeti állapotot, újra kellett telepíteni a rendszeredet. A pontosságét fontos, tehát ezeket a lépéseket, amit én elmondok, azokat folyamatosan, pontosan véghez kell vinni. Itt hibázni lehet, de akkor a telepítésed, az upgrade-elésed nem fog működni, beleütközhetsz, még akkor is problémába, a végén egy-két gondolatot elmondok, hogy hogyan lehet ezeket megoldani, akkor is, ha pontosan mindent jól csinálsz. Csak akkor állj neki, ha már van gyakorlatod, ha olyan az élethelyzeted, hogyha kiesik a gép egy-két órára az újratelepítés idejére, és az neked vészes gondot okoz, akkor ne csináld. Ez valóban egy pici kis trükközés, működik, meg szabályos, de esetleg szétcseszheti a te KDE rendszeredet. Frissebb verziójú KDE-d lesz, ez a célom, egy frissebb, többet tudó KDE verziót fogunk megkapni, a programok is, a KDE programok is frissülni fognak. A honlapomon van írásos anyag róla, én folyamatosan onnét másolgatom be a dolgokat, értelemszerűen, hogyha végignézed a videót, rá fogsz jönni, ez nem három sor begépeléséből áll, hanem megadott dolgokat valóban be kell másolni, a honlapomra felmész, meg fogod találni. Ami fontos, az operációs rendszer nem változik, maradunk a Debian, Linux 11-en, tehát a Debian 11-en, ez a MX-nek az alapja. A régi verziójú plazmánk az 5.20-as 5-ös volt, 5.25 5-ösre upgrade-eli fel, ebben a pillanatban ez a tároló, és itt is lehet látni, hogy milyen változtatások történnek a verziószámokba, és ez, hogyha kell, kell, ha nem kell, nem kell. Amit lehet látni, a rendszer mag verziója nem változik, itt el kell mondanom, hogy ez a tároló, ez a módszer valóban csak a KDE-t érinti, tehát rendszer magot, egyebet nem fog ez upgrade-elni, nem fogsz ebbe tudni semmi extra szuper dolgokat beszerezni, csak és kizárólag, ahogy mondtam, a KDE-t fogjuk egy verzióval feljebb emelni, azért az 5.20 és az 5.25 között van jelentős eltérés, jelen pillanatban az 5.25 5-ös a stabil verzió, ez atombiztosan működött nekem egy jó 3 héten keresztül a tesztgépen, én azt mondom, hogy nekem megérte a váltás, de lekopogom, eddig nem volt hiba, de jöhetnek benne hibák, és ahogy mondtam, egy srác tartja karban az egészet, szívességből, valóban szívességből csinálja ezeket a dolgokat, lelkesedésből, azaz köszönjük meg neki, hogy ezt elvégzi, na ugorjunk is neki. Első lépésben frissítsük fel a rendszerünket, gyakorlatilag a szokott módszerrel lekérdezzük az adatbázist, sudo, apt és update, eneter. Már be vagyok jelentkezve egy ideje rendszergazdaként, ezért nem kérte be a jelszómat, utána következő up, grade, és természetesen frissít, oké.
Gyakorlatilag elvégezte a munkáját, evel semmi teendőnk nincs, ez nem is annyira létszükséglet, de én szeretem előtte felfrissíteni rendesen a rendszeremet, nehogy véletlenül egy változtatásnál, hiszen megbeszéltük, hogy ez komolyabb változtatás, egy ilyen változtatásnál keményen tönkrevágjuk a rendszert, vagy esetlegesen előforduljon az, hogy egy régebben frissített rendszernél ütközések vannak, egyebek, bármikor ilyen nagyobb műtétnél lehetnek problémák, de hogyha felfrissíted a rendszert, ezzel egy picit kizárod azoknak a lehetőségét, hogy régebbi rendszered van, esetleg innéd, onnaid, amonnaid frissíteni akarna. Meglátjátok, így is lesz munka ezzel a teendővel, nem kell halmozni a probléma lehetőségét, amúgy is frissíteni szoktuk a rendszert, ezzel nincs is semmi egyéb problémánk. A következő lépés egy összetettebb lépés, első körben meg kell győződni arról, hogy ez az elérési út létezik-e. Ha nem, akkor létre kell hozni. Természetesen létre tudjuk hozni, nagyon egyszerű, és utána lefuttatjuk ezt a parancsot, lefuttatom, és le is futott, azaz valamit csinált. Látható, ilyen szép hosszú kulcsot berakott oda, ahol kell, és utána már ezzel kapcsolatban semmi teendőnk nincs, a kulcsunk megvan, ez a kulcs, ami hitelesíti azt a tárolóegységet, amit mindjárt installálni fogunk, és utána már semmi egyéb teendőnk nincs, mint frissíteni a rendszert az új KDR-re. A következő lépés, benavigálunk a megadott könyvtárba RTC apt, és a megfelelő könyvtárba belépünk. Gyakorlatilag így a legkényelmesebb elkészíteni, amire nekünk szükségünk van. Következő lépés, létrehozunk ebben a könyvtárban, ahol láthatóan kilistáztam, ilyen fájlok vannak, amelyek tartalmazzák a elérési útját, a leírását azoknak a repóknak, amelyekre szükségünk van, hát bizony mi egy újat hozzá kellünk adni. Első körben logikusan mit kell megadni? Sudo geany, a Ginivel fogom, és a megfelelő nevet megint bemásolom, azaz én szeretem ezeket a másolós dolgokat, mert gyakorlatilag nem ütök el, persze természetesen, bármi egyéb nevet adhatok az adott fájnak, aminek source a vége, tehát ez nem lényeg, hogy ezen a néven legyen, de az eligazodás kedvéért én ezt szoktam használni, azaz létrehozzuk és megnyitjuk a sudo fontos természetesen. Ez elméletileg egy üres fáj, gyakorlatilag pedig mi ezt fel fogjuk tölteni. Itt is a másolgatásos módszert ajánlom, gyakorlatilag ki kell vágni a honlapomon, vagy bárhol fellelhető leírásból azokat a sorokat, amire szükség van. Én azért szeretem a másolgatós módszert, mert így biztosan nincs olyan, hogy valamit eltolok, elírok, majd utána meg kell adni, hogy milyen disztribúciót szeretnél felfrissíteni. Itt azért figyeljünk arra, hogy előfordulhat, hogy nem Debian 11-re alapuló dolgot frissítesz, hanem a nem stabil egyéb ágakba. Én MX-et használok így természetesen, hogy Debian 11-et kell megadni. Keres, cserél. A keres, cserél itt nagyon-nagyon fontos dolog, mert nem szeretnék semmit elütni, és megadom szintén másolással azt a kulcsszót, amilyen tárolót szeretnék én használni, ami a Debian 11. Be lehet írni, én szeretem másolgatni csere, 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 csere és csere. Én nem mindet cserélem és egyéb, hanem egyesével végignézem, és a csere kírja, hogy nincs ilyen, előtte sincs, utána sincs, máshoz nem nyúlunk, ezt becsukjuk, és majd utána Ctrl-S-tel lementjük. Itt meg kell fehéredni, azaz a pirosnak el kell tűnnie, majd utána nincs más teendőnk, bezárjuk a szövegszerkesztőnket. Láthatóan nagyon egyszerű a dolog, csak a pontosság. A pontossága fontos, a következő lépés, nyitunk egy terminált, beírjuk, hogy sudo apt, és természetesen ubdate. Ubdate,
felfrissítjük az adatbázisunkat, egy picit hosszabb idő lesz, hiszen előfordulhat, hogy az új tároló lassabban jön le, ez nem nagy tároló, tehát egy ilyen magán akciós dolog, gyakorlatilag szépen le fog jönni. Látható, hiába mondtam azt, hogy lassan jön le, lepörgette a dolgokat, a Discover rögtön észrevette, hogy bocs, de van egy frissítési lehetőségünk, gyakorlatilag nem ővele fogunk dolgozni, hanem mivel sudo apt és upgrade és enter, és ráütünk, és igen, ráütünk, frissíteni akarjuk az egész dolgokat, szépen le fogja tölteni, lát, nem pici mennyiséget fog felfrissíteni, ott szépen kérja, hogy 3-4 perc környékén fog lejönni az én sebességemmel, hát előfordulhat, hogy neked gyorsabb vagy lassabb az internet sebességed, akkor majd annak megfelelően jön le. Nem kell megijedni, időnként átdobja magát egy órára, ha pici fájlok jönnek le, azok lassabban jönnek le, majd szépen lejön, meg kell várni. Én itt egy kicsit befejezem a dolgokat, mármint a beszédet, majd akkor folytatom, amikor ez lejött rendesen. Amíg a letöltés megy, menet közben még van időnk, megnézzük, milyen az alaprendszerem, amit éppen használok, becsukjuk ezt a terminált, és itt megkeressük a rendszeri jellemzőket. A rendszeri jellemzők itt vannak, másolás a vágólapra, rámásoltam a vágólapra, és be fogom illeszteni egy szövegszerkesztőbe, egy szövegfájba, hiszen gyakorlatilag a későbbiek folyamán összetudjuk majd ezzel hasonlítani, hogy biztos, ami biztos, itt valami történt, frissült. Látható, hogy egy szövegfájba beillesztettem a dokumentáció kedvéért, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy itt csak varázsolok, visszahívjuk a terminálunkat, és már lehet látni, hogy a háttérben a letöltés megtörtént, és már az installálás is megy, szépen mutatja a haladást, 22%-nál 24-25%-nél tartunk. Annak ellenére, hogy megfenyegetett, hogy bizony 3-4-5-10 perc a letöltés, meg 1 óra, azért ő egy átlagot számol az akkor érvényes letöltési sebességből, de az nem 101%. Csalódhat, aki azt hiszi, hogy pont annyi, illetve lehet örömködni, hogyha gyorsabban lejön, általában gyorsabban leszokott jönni. Most már csak az adminisztratív munkái vannak, nincs ezzel semmi egyéb problémánk, dolgozni fog, és lefutott. Érdemes lett volna elindítani egy időmérés, de erre soha nincs kedve, mindig utólag jövök rá, hogy le kéne mérni, hogy egy ilyen nagyobb műtét mennyi időt kíván. Én úgy gondolom, hogy szépen lefutott, teljesen mindegy, hogy 1, 5 vagy 15 perc alatt megnézzük egy újraindítás után. Ismétlem, egy teljes újraindítás után, hogy hogyan frissült fel a rendszerünk. Nem kell ezzel semmit csinálni, és elméletileg egy kilépés és belépés az elegendőnek kellene lenni ahhoz, hogy a rendszer újrainduljon, és természetesen felfrissüljenek a dolgok, de én ilyen nagyobb műtét után szeretek egy rendszer hidegindítást tenni, leáll a gép, újraindul és egyéb. De előtte még egy feladatunk van, ami igazából nem nagy feladat, és nem mindig kell megtenni, de egy auto-remove parancsot szeretnék elindítani, pár dolog, ami nem kell, az ki fogja takarítani, és azzal se lesz, hát hogy is mondjam, helyhasználat, nem lesz sokkal jobb a rendszerünk, hogyha kitisztítjuk, hiszen látható, pár olyan fájl van, ami éppen nem kellett, éppen feleslegessé vált ezzel a frissítéssel, de én ezt szeretem megtenni, na hát, újraindítom a rendszert, és utána megnézzük, hogy mit kaptunk. A frissítés után újraindítottam a gépet, ezt el is mondtam, nézzük is meg, hogy mi változott. Lehet látni, hogy a kívánt verzióra felfrissítette. 2 darab olyan megjegyzést szeretnék megtenni, ami nagyon fontos. Első körben, ha nem sikerül a frissítés, ahogy én elmondtam, akkor érdemes 2 olyan lépést megtenni, ami mindenképp segíteni szokott, de ahogy az elején is hangsúlyoztam, elég veszélyes, eléggé olyan, hogy előfordulhatnak hibák, hiszen ez nem hivatalos tároló, rágányoljuk, hogy úgy mondjam,
a hivatalos verzióra az újabb verziót, és itt lehetnek problémák. Tehát előfordulhat, hogy egy kicsit barkácsolni kell, megmutatom azt a két parancsot, amire mindenképp oda kell figyelni, megjegyezni, hogy ezekkel tudsz segíteni, hogyha nem frissül fel rendesen a rendszered. Nézzük is meg, Kitty, igen, ebbe raktam bele, gyakorlatilag az egyik olyan parancs, amit érdemes lefuttatni, hogy sudo apt full upgrade, tehát a teljes frissítés. Tehát, hogyha az előbb a sima upgrade-del nem sikeredett felfrissíteni a rendszeredet, és fura kiírásokat kapsz, illetve nem frissül fel, akkor ezzel megteheted. Illetve a másik gondolat, ami igazából, hogyha valami probléma van, szokott segíteni, a sudo apt kötőjel, kötőjel, fix, kötőjel, broken, install, és ez rendbe hozza az esetlegesen törött csomagok egy részét. Azaz figyeljünk rá, hogyha nem vagy képes arra, hogy ezt a két parancsot úgy fejből azonnal elintézd, és eszedbe jusson, hogyha a rendes upgrade-del nem frissül fel a rendszered arra, amire kellene, amit elvártunk, és nekem sikerült, hogy ezt a kettő parancsot lefuttasd, az elsőt, a full upgrade-et értelemszerűen mindenki ismeri, akkor nem kéne. Ha pedig valami kis probléma van frissítés közben, úgyis kírja, tehát avval nem lesz gond, és felajánlja ezt a parancs futtatását, akkor ezt le kell futtatni, és felfrissül a rendszered. De itt is hangsúlyozom, saját felelősségre tudod ezeket elvégezni, azaz nem arról van szó, hogy ez 101%-os és biztos, arról van szó, hogy ez egy lehetőség olyanoknak, akik képesek és tudnak is hibát javítani. Aki úgy gondolja, hogy esetlegesen azért használ Debian 11-et, azaz a stabilágat, vagy az MX Linuxot, ami nagyon stabil, mert ő neki éppen az az elgondolás, hogy a stabilitás mindenek előtt, ő neki érdemes ezt elkerülni. Azaz gondoljunk bele abba, hogy ez valóban gányolás, de egy jó kis gányolás jól lehet használni arra, hogy egy kicsit a KDE csomagokat felfrissítsd úgy, hogy nem nyúlsz nagyon hozzá a rendszered lelki világához, hiszen ez valóban csak a KDE csomagokra vonatkozó dolog, és a rendszer mag, a többi az megmarad az MX rendszerbe. Azaz mindenki saját felelősségére végezze el ezeket a műtéteket. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!